Két versenyszámban is indult Récsei Rita a 2024-ben megrendezett párizsi olimpián, az egyéni 20 kilométeres gyaloglásban és a maratoni vegyes váltóban. Eddig is két versenyszám volt az olimpián, a 20 kilométeres és az 50 kilométeres gyaloglás. Azonban az 50 kilométeres kivették, és ehelyett tették be a vegyes váltót, mondta Récsei Rita, pécsi származású szakaszvezető, aki hazánkat és a Magyar Honvédséget képviselte a 33. nyári olimpiai játékokon. Az olimpikon telefonon értük el. Ezzel így izgalmasabbá akarták tenni a versenyt, hogy ez a maratoni vegyesváltó tulajdonképpen a maratoni távon 42 kilométernek a felosztása. Egy nő és egy férfi indul, és négy felé osztották ezt a távot, és így kétszer váltjuk egymást. És hát az olimpiai bizottság úgy gondolta, hogy ez így egy izgalmasabb verseny lesz. A váltóversenyt pár éve vezették be. Tavaly került be az olimpiai versenyszámok közé, fogalmazott Récsei. Venyercsán Bencével a vadonatúj olimpiai műsorszámban a maratoni gyalogló vegyes váltóban állt rajthoz. Tavaly tudtuk meg, hogy ez tényleg lesz. De alapvetően ugye az egyéni versenyszámra készültünk a 20 kilométerre, és ez mellett kezdtünk el Bencével készülni a váltóra is, és indultunk ilyen tesztversenyeken, ahol ezt gyakoroltuk, és kipróbáltuk, hogy milyen az a verseny, illetve hát ebben az a nehéz, hogy igazából kétszer 10 kilométer gyalogolsz, és közben egy hosszú, egy 40-45 perces pihenőd van, és akkor ezt így edzésen szimuláltuk, hogy milyen ez a hosszú pihenő, és így különböző ilyen edzés szituációkban is készültünk erre. Az útvonal a francia főváros több nevezetességét érintette, így többek között az Eiffel-tornyot is, és a harmadik Sándor hidat is, folytatta az élménybeszámolót a sportoló. Ez nagyon szép helyen volt, ez a Trocadéron volt, az Eiffel-torony előtt egy ilyen egy kilométeres útszakaszt zártak le, és ott gyalogoltunk egy kilométeres körön az Eiffel-torony előtt, úgyhogy egy gyönyörű, szép helyszínen volt, nagyon hangulatos volt. Venyercsán Bencével, mióta Rita válogatott versenyző lett, 15 éves kora óta edzenek együtt. Amikor Budapestre kerültem, akkor kerültünk mi egy klubba, és azóta szinte minden edzést közösen csinálunk, úgyhogy igen, amúgy is mi már így edzéseken is össze voltunk hangolódva. A magyar sportolónő 21. helyen zárt a páros a 25 duót számláló mezőnyben. A pécsi születésű Récsei Rita nevéhez fűződik a legjobb magyar teljesítmény 20 kilométeres gyaloglásban a 2024-es párizsi olimpián.